Szép magyar települések, érdekes események. Hát a mi nagyítónk megállt puszta mérgesen, na nem véletlenül, hiszen most szombaton, ha meghallgatják a déli harangszót a rádióban, akkor bizony innen szól. És hogy egy kicsit megismerkedhessünk a településsel, nagy szeretettel köszöntöm Pusztamérges polgármesterét, dr. Papp Sándor urat, és nagy szeretettel köszöntöm Negyela Zoltán plébános urat, a Pusztamérges Nagy Boldogasszony templom képviseletében jött most el hozzánk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ismerkedjünk először is azzal, hogy vajon hol van Pusztamérges? Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Pusztamérges Csongrád megyében, Szeged megyeszékhelytől 40 kilométerre nyugat, délnyugat irányba található. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép, egy nagyon élhető kis település. A Mórahalmi járáshoz tartozunk, és a Homokháti kistérség második legkisebb települése vagyunk. Gondolom, hogy biztos játszottak már ezzel a szóval, de azért nem mérges emberek lakják. Nem mérges emberek lakják a településünket, de azért olykor-olykor előfordul az, hogy az ember mérges és dübegurul. Azt mondta, hogy nagyon szép. Végül is a táj mennyit nyújthat? Mit ad a településnek? A föld? A Pusztamérges településnek az éghajlati viszonya az eléggé rossz, mert a település abszolút homokos talajra épült, az éghajlatunk az rendkívül szélsőséges, a napsütéses órák száma az több mint 2000, a csapadék mennyiség az nagyon kevés, olyan 5-600 mm körül van éves szinten, és ezek az időjárási viszonyok határozzák meg a településnek a látképét. Igazából azért mondom, hogy szép a település, mert az ott élő emberek nagyon sokat foglalkoznak környezetükkel, nagyon sok időt töltenek a közterületeknek a szépítésével, gondozásával, és ugyanez jellemző a házakra is, és úgy gondolom, hogy ennek köszönhető az, hogy egy Pusztamérges, egy rendkívül szép, tiszta és rendezett településnek mondható, és az is. Ezt örömmel halljuk, és akkor mi az, ami esetleg megélhetést nyújt? Hát igazából Pusztamérges múltját, jelenét és talán jövőjét is, és reméljük a jövőjét is a mezőgazdaság jellemzi. Az 1900-as évek elején történt a szőlőtelepítés Pusztamérgesen. Ezt egy Ormódi Béla nevezetű szegedi földbirtokos kezdte el, aki átlátta és meglátta ennek a területnek a szépségét, a homok adta lehetőséget, és elkezdett szőlőtelepítéseket létrehozni. Először 300 hektáron hozott létre szőlőültetvényeket, a későbbiek folyamán ez a szám ez meghaladta 1000 hektárt, és ez adott annak idején megélhetést az ott élő embereknek, és erre a szőlőültetvényekre épült később a borászat, és igazából a pusztamérgesi Riesling, a pusztamérgesi bor hozta meg a településnek a hírnevét, és ez indította el a fejlődés útján. Sajnos ezek a szőlőterületek a mai napra már jelentős mértékben megfogytak, azért még mindig vannak gazdaságok, akik a szőlőtermesztéssel és a borászattal foglalkoznak. Mint említettem, ugye a fő megélhetési forrása mezőgazdaság, emellett spárgaültetvények vannak, ahol az emberek dolgoznak, és zöldség-gyümölcs termesztés is jellemző. Hogy egy településen milyen a hangulat, szeretnek az emberek dolgozni, azt bizony meghatározza az is, hogy milyen a hitélet, a közösségi élet. Épp ezért most kíváncsi lennék, hogy hogy oszlik meg, ki milyen vallású, segítsen nekünk ezzel megismerkedni. Tisztelettel köszöntöm én is a tévénézőket. Pusztamérges községe római katolikus vallású, igazából sajátosan kiemelkedik Csongrád megyében, hiszen ez még régebben a Váci Egyház megyéhez tartozott, és onnan jövő hagyományokat próbál ápolni, illetve magába szívni. Érdekes, hogy a településen régebben működött katolikus iskola, amit iskolanővérek tartottak fenn, és nekik köszönhetően még most is vannak élő személyek, akik visszaemlékeznek egy-egy személybe, például Vuni Baldára, aki a településen is lakott, illetve ott is lett eltemetve, és aki
nek a neve összefort az ottani oktatásnak a rendszerével, illetve az ottani oktatással, neveléssel. És hát ennek köszönhetően nagyon vallásos község alakult ki. Idősödő községről beszélünk, tehát nagyjából 1000-1100 főt számláló község, és ennek 5-10%-a, akik masszívan templomba járók. Országos szinten ez szerintem egy nagyon jó átlagot képvisel. Nagyon hívő katolikus községről beszélünk, ahol minden hónap első csütörtökén összejönnek a hívek, és közös szentségimádást tartanak, egész napos szentségimádást, ahol az első péntekesek látogatása idős otthonukban lévő személyeknek a szentség felvételével biztosított betegellátás is jelenvalóvá válik, és ahol tényleg a vasárnapi szentmiséken is ott van a 60-80 fő majdnem mindig, ünnepekkor pedig ez kiemelkedik és megsokszorozódik. És a gyermekek, őket hittanórára azért elkezdték vinni? Igen, sajátos, hogy Csongrád megyében nagyon sok a katolikus iskola, és püspök atyának köszönhetően a pusztamérgesi iskola is katolikus iskolává vált ezelőtt 6 évvel, és ennek köszönhetően az oktatásban nyilván a katolikus neveltetés is helyet kapott, és ezért szentségfölvétel, első áldozás, bérmálkozás épp úgy megtalálható. Nyaranként hittanos táborok, illetve különféle csoportoknak az összejövetele segíti a fiatalok, illetve a gyerekeknek a katolikus szellemben való neveltetését. Ahogy mondtuk, szombaton a templomból szól majd a harang, melynek a neve is gyönyörű és méltóság teljes, Nagy Boldogasszony templom. Egy kicsit bemutatná nekünk? A Nagy Boldogasszony templom titulusa Nagy Boldogasszony, a boldogságos Szűz Mária. Minden templomnak van egy védőszentje, és hát a szentek között kiemelkedik a boldogságos Szűz Mária, ami olyan Jézus Krisztusnak az édesanyja, és a Nagy Boldogasszony elnevezés az nem más tulajdonképpen, mint Máriának a mennybe menetele. Tudjuk azt, hogy a katolikus teológia hiszi és vallja, hogy Mária testestől, lelkestől fölvétetett a mennybe, és ezt ünnepeljük augusztusban. Tehát ilyenkor, augusztus 15-én a templom titulusát próbáljuk meg ünnepelni, és ennek köszönhetően a templomba járók is zarándok csoportoknakkal karöltve próbálják díszíteni a templomot. A templom az 1930-as években kezdett épülni, és fokozatosan épült, és hát igazából eklektikus stílust képvisel, melyben kiemelkednek a fali szekkók, illetve a Budapestről érkezett vitrázs ablakok, ólomüveg ablakok, amelyeknek köszönhetően a 2003-2002-es évben műemlékké is nyilvánították a templomot, és hát az idén ünnepli fönnállásának 80. évfordulóját. Nagyon szépen köszönöm Negyela Zoltán plébános úrnak, és amiért még dicséret illeti a települést és magát a polgármester urat, az tavaly novemberben történt, hogy elismerték azt a munkát, amit a közfoglalkoztatásban végeztek. Igen, 2017. november 16-án a belügyminiszter úr meghívására a belügyminisztériumba a közmunkaprogramban elért sikerekért pusztamérges település elismerésben részesült, és ez az elismerés egy 7 millió forintos anyagi elismeréssel is párosult, amit egy nagyértékű tárgyi eszköz vásárlására fordított az önkormányzat, ugyanis a beruházásnak szorosan kapcsolódni kellett a közmunkaprogramhoz, és mivel pusztamérgesen a mezőgazdasági közmunkaprogram révén jutottunk ehhez a kitüntetéshez, jutalomhoz, így ehhez szorosan kapcsolódva vásároltunk belőle egy MTZ traktort, amivel a továbbiakban bízom benne, hogy a
a településen elvégzendő munkáknak a dandárját meg tudjuk oldani, és nyilvánvalóan a közmunkaprogramban a mezőgazdasági vonalat tovább szeretnénk erősíteni. És hát persze nem mindig csak a munka, néha kellenek az ünnepnapok is. Biztos, hogy van önöknél falunap, az már járt a fáma, hogy valami nagyon finom kakaspörköltet lehet puszta mérgesen enni. Hát köszönjük szépen az előlegesített bizalmat. Igen, az idén 22. alkalommal fogjuk megrendezni a Szüreti Fesztivált és a kakaspörkölt főző versenyt. Ez 22 éve minden évben szeptember 3. szombatján valósul meg. Igazából most a pontos szeptemberi dátumot nem tudom, mert még azért messze van szeptember, de már a szervezések... Majd visszavárjuk. Helyes, köszönjük. A szervezések már elindultak. Úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb ünnep, és igazából, hogyha elmondhatom, hogy ez miért is alakult ki, ugye mondtam, hogy ez Szüreti Fesztivál, és azért aki szőlészettel, borászattal foglalkozik, az azért tudja, hogy ez a munka egy eléggé embert próbáló, kemény, küzdelmes munka, és igazából a Szüreti Fesztivál ennek a kemény munkának szeretne emléket állítani, és ehhez kapcsolódott a gasztronómiai vonatkozásban a kakaspörkölt főző verseny. Én úgy gondolom, hogy erre a rendezvényre nem csak a, sőt nem az, hogy úgy gondolom, tudom is, meg látom, hogy nem csak a településen élők, hanem a környékbeli településekről, sőt, határon kívül is sokan eljönnek. Én úgy gondolom, és remélem nem az elfogultság beszél belőlem, hogy egy rendkívül színvonalas és a jelenlévők igényét kielégítő rendezvényt szervezünk, és próbálunk az idén szervezni, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy amennyiben a kedves nézőknek van ideje, lehetősége, és szeretnének pusztamérgesen egy kellemes napot eltölteni, én nagy tisztelettel várom és hívom a település valamennyi lakossa nevében pusztamérgesre. A pontos dátum ugyan nem tudom, de szeptember 3. szombatja, ez biztos. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek. Remélem, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést pusztamérges iránt, és aki akarja, már jó előre bejegyezheti ezt a napot a naptárába. Egészségünkre! Köszönöm.